A legtöbb felnőttben mindig van az egy kis gyerek, és úgy gondolom, hogy amikor egy ilyen legúbb birodalommal rendelkezésére egyből járni kezd a feje. Mit is lehetne ebből készíteni? Gondolom, hogy amiket az önök cége idehozott kabára, azok közül a játékok közül jó néhány, biztos vagyok benne, hogy az ön kezéhez tapad. Jó sok munkaórán van nekem is benne, illetve a kollégáimnak, de ez a munka, ez egy boldogság egyben, egy boldog időkeltem. Én imádunk mi is legózni, megmaradtunk gyereknek ilyen szempontból, tehát bármennyi óránk is van benne, szerintem több száz, az minden egyes percet élveztük. Én és a kollégáim egyaránt, szóval körülünk, hogy elhozhatjuk ide, és ilyenkor nagyon-nagyon sok boldog, és nem csak gyerek szempárt, hanem felett szempárt látunk, közben ezeket végignézik, megtekintik. Sok ilyen jártak a különböző településeket. Mást építenek a gyerekek? Máshol járnak hozzá ezeket a LEGO kockákhoz? Ugye van egy fix bemutató rész, hogy az egy fix előre elkészített darabok, azokat mindenhova ugyanazokat visszük. A szabad legózás során pedig persze, ahány városba megyünk, ahány gyerek áll neki, annyiféle dolog készül. Van, hogy ilyen versenyeket szervezünk, ügyességi, ilyen-olyan szépségversenyeket, ki tudja a legszebb, legjobb LEGO autót készíteni. Tehát azért sokféle lehetőség van ebben. Persze, mindenhol nagyon nagy sikerül az ezt a programunkat. Otthon is legózik? Hát, ha lenne időm, legózni. Sajnos nincs időm, de csak amikor munka miatt kell esetleg összerakni egy új darabot. De ha egyszer időm élő, most leszek biztos, hogy neki fogok újni újra és aktívabban legózni. Általában hogyan fogadják a gyerekek ezeket a játékokat, ezeket a kockákat? Mi azt látjuk, hogy ha 10 darabot, ha 1000 darab legót kirakunk, azonnal neki tudnak ugrani szinte kortól függetlenül, és akkor onnantól kezdve csak a képzelet szabhat nekik határokat. Nem szokott ebből probléma lenni. Tehát azt mondják, hogy a gyerekek sokszor még kreatívabbak is tudnak lenni, mint a felnőtt társaik, szóval nem szokott ebből probléma lenni. Sokféle alkotás születik ilyenkor. Melyik a kedvenc irányzata? Az épületek, nekem? A konstrukciók, vagy pedig valamilyen járművekhez kötődik inkább? Hát nekem a LEGO Architecture mindenképpen, tehát hogy ez a LEGO-nak ez az épületek épületes vonala, nekem mondjuk ez a favorit, de ez felnőtteknek is készül alapvetően, tehát ez a LEGO-nak ez a gyártása, ez minden, inkább felnőtteknek készül. Embereket építettem, meg állatokat, meg építettem egy nagy sziklát, építettem egy nagy vizet, és építettem egy nagy füvet, egy nagy homokot, és még építettem embereket. Mi a jó ebben a LEGO-ban szerinted? Mi a legjobb? Az állatok. Az állatokat szereted a legjobban? Igen. Kell valami karám, kell nekik egy istálló. Ide teszem őket, Lizivel csináltam. Vele csináltam? Igen. Tehát egy kettőt készítettétek. Igen. Milyen volt a munka megosztás, ki mit csinált benne? Lizi építette az embereket, én meg építettem az állatokat. Ki lehet ebből nőni? Nem nagyon, és a LEGO ugye azt nagyon tudatosan játszik is el, hiszen tudja azt, hogy akik 30-20 éve voltak gyerekek, azok most felnőttek, direkt ezeknek a korosztályoknak is készítenek különböző LEGO sorozatokat, én pedig ilyen az Architecture például, tehát amely a nevezetes épületeket sorakoztatja fel, szóval ebből szerintem aki egyszer megszereti, nem bír kinőni. Hogy tesznek a kabai srácok? Nagyon csípem őket, nagyon aranyosak, és hát úgy látom, hogy nagy sikere van a programnak, szóval nekünk meg ez a legfontosabb, nagyon örülök neki, és szeretek mindenkit, szeretünk mindenkit, nagyon jó fejek.